Csak akarattal, szándékosan lehet ma jól élni. Aki sodródik, aki elengedi a kormányt, az biztos rossz irányba megy. Kizárólag rossz irányba tudsz sodródni a tömegekkel. Tehát egyszerűen az élet, a kultúra, a vallás, a család, az életmód nem kényszerít ma arra, hogy te jó úton járj. Magadat, ha nem kényszeríted, akkor senki se fog. Ez ilyen egyszerű. Nem tudok jobb hírrel szolgálni. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Férfiak Klubja, a Mentor csatornája. Fiúknak, férfiaknak és férfiakra vágyó nőknek. Itt a férfi válás értékrendi kérdéseiről, a férfinő szövetség megerősítéséről és a nemzedékek közötti értékátadás megszilárdításáról beszélünk. Néha a világ dolgait is átvesszük, hogy mifelé haladunk, mit kell a sorok között elolvasni. És most a legutóbbi időkben többször is foglalkoztunk a fiatalokhoz való kapcsolat, a fiatalok lehetséges megmentésével. Most egy nagyon durva dolgot szeretnék mondani, mert arra jutottam a hosszas gondolkodásban, és most itt abba is fogom hagyni ezt a fiatalok témát egy időre, ha bár állandóan benne van már a gyerekeim is, akkorák, és azt hiszem, hogy ez a fiatalok elérése, ez mindannyiunk ügye, mert öregkorunkra ezek a fiatalok lesznek középkorúak, a gyermekeink jövőjéről van szó, hogy ők milyen életet fognak élni, akinek nincsen gyermeke, az is aggódik azért, hogy vajon milyen világ lesz, és nyilvánvalóan ezek a fiatalok előbb-utóbb, akik most 20 évesek, azok előbb-utóbb ők lesznek a parlamenti képviselők, akik a törvényeinket hozzák, előbb-utóbb ők lesznek a vezérigazgatók, előbb-utóbb minden. Vajon, ha csak le nem cserélik őket robotokra, mert van egy ilyen, sajnos egy ilyen tendencia, hogy olyannyira gyengének tartják, most független. Lenne, nem én mondom, hanem maga az ipar és a, a, a gazdaság annyira kockázatosnak is gyengének tartják a, a következő nemzedéket, olyan nem sokszor azért robotizálnak és azért cserélik le őket mindenféle technológiákra, hogy ne kelljen az emberekkel dolgozni, és ne kelljen az embereknek erre a fajta gyengeségére semmilyen kockázatot építeni. Tehát ezt a fiataloknak is észbe kéne kapni ember, hogy lehet lazulni, meg lehet azt csinálni, amihez kedvünk van csak lecserélnek robotokra. Na, de nem ez a téma, hanem az, hogy vajon előfordulhat-e, hogy nem lehet megmenteni egy-két generációt. Ma élnek valamilyen korosztály, akit végig kell néznünk, hogy javarészük szörnyű kínok között elrontja az életét. Kire kell fókuszálnunk? Kinek mi lesz a dolga abban, hogy hogyan tudunk ebben ebbe megoldással elni? Ugye, mert Tényleg arról van szó, hogy a fiatalok elérése mindenkinek a célja, csak őket, őket magukat nem lehet bevonni a saját megmentésükbe, mert ők aztán nagyon mereven elzárkoznak, hogy nehogy őket bevonják a saját életüknek a sikerébe. Egy kicsit olyan ez, mint a, volt egy mondás régen, hogy a temetőket is el lehet költöztetni egyik helyről a másikra, csak csekély lesz a belső támogatottság a fiatalokat is föl lehet rázni, a fiatalokat is meg lehet tanítani, a fiatalok életét is lehet segíteni, hogy ők maguk sikerre vigyék, de hogyha egy kicsit a temetők elköltöztetéséhez hasonlatosan ilyen csekély a belső támogatottság, akkor felmerül az a kérdés, hogy menthető e egyáltalán? Tehát megéri -e az erőfeszítés? megéri -e? Nagyon komoly kérdés. Mert addig, mert dumálnak a fotelben, hogy meg kéne menteni, meg kéne, el kéne érni, el kéne, persze. De az erőfeszítést, aki valóban megteszi, mi teszünk ilyen erőfeszítést, felmerül a kérdés, megéri? Gondoljunk bele, hogy olyan nemzedéket akarunk elérni szavakkal, akinek a füle be van dugva üvöltő hangszóróval. És mi akarunk hozzájuk beszélni? És olyan nemzedéket akarunk elérni mondjuk a képekkel, az életnek a dolgaival, akinek a szeme előtt kitakarja az életet a telefonja. És ezen, ugye kínlódunk, hogy vajon meddig kell ezt tegyük? Kivel tegyük? Kire fókuszáljunk? Ki lesz az, akiben még van remény, és ki az, akit el kell engedni? Nagyon durva a kérdés. Én csak kérdéseket vetek föl, gondolkodjunk együtt. Mindenek előtt el kell mondani a fiataloknak, és külön köszönöm tényleg nagyon sok levelet kapok, hogy osztályfőnök órákon feldolgozzák a videóimat, amit nagyon örülök, mert legalább van egy messzire ember, mond valamit, el lehetne gondolkodni, el lehet gondolkodni, jegyzetelni lehet, de ott egy szervezet körülmények között 20 percet meg lehet nézni, még 20 percet lehet róla beszélgetni, mégiscsak maguk ültetődnek el, magok vettetnek a szellembe. Tehát el kell mindenképpen mondani a fiataloknak, meg kell nektek tudni, hogy ti áldozatok vagytok. Tehát áldozatai vagytok egy neomarxista osztályharc propagandának. Ez egy tervezett propaganda, ami miatt ti úgy gondolkodtok, ahogy gondolkodtok. Ez a durva, mert én mondom, hogy hogy működik. Azt kell megérteni, hogy a liberálisoknak nagyon kevés gyereke születik. Nincs gyerekük, és ezért most világszinten értem, tehát nem Magyarországon is kevés van, de a világszinten meg még kevesebb, mert ők azt állítják, hogy a gyermekeknek a karbon olyan nagy, hogy ti se szüljetek gyereket, és nem szabad gyereket szülni erre a világ meg Értitek, hogy mit lehet volna, ha a szüleitek így döntenek? Zárója -e bezárva. Tehát a liberálisoknak nincs gyereke, ezért a mi gyerekeinkért jönnek el, és a mi gyerekeinket viszik magukkal, és a mi gyerekeinket akarják átnevelni. Tehát ez egy nagyon fontos jelenség titeket azért nevelnek el, a mi gyerekeinket, most a felnőtt korosztályhoz beszélek, azért nevelik hát, mert nekik nincs. És ő belőlük akarnak egy olyan fajta mesterséges, sehol soha nem működött újfajta egalitáriánus világot csinálni, és őket akarják ennek a, a ügynökeinek használni, és ezért szükségük van a mi gyerekeinkre, szükségük van rátok. Nagyon érdekes, hogy ez az egalitáriánus, ez a, ez a mindenki egyenlő és egyforma világ, ez nem, nem természete az okos, a tudatos, a kreatív, a teremteni akaró embernek. Aki okos, kreatív, tudatos, teremteni akar, az, az, az mindenféle dolgot akar csinálni. Ez nem akarja azt, hogy ő mindenki egyforma, mindenki egyenlő, mindenki egyenlő. Köszönöm szépen, hogy mindenki lesznek valamilyen különbségek. Tehát csak is a tudatosságától, az esze használatától, a kreativitásától, az önálló aktivitásától, a, a, teremtésben való részvétel vágyától megfosztott, erőszakkal megfosztott emberek mehetnek bele egy ilyen egyenlősdi világba, akik nézik a telefon, és hát mindegy csak ingyen legyen, mindegy csak élvezetes legyen, mindegy csak ne kelljen érte csinálni semmit, csak az milyen világ lesz, ugye? Tehát sajnos még egyszer mondom, ennek az áldozatai vagy csak ebből valahogy próbálunk ki fölébrezgetni, mert az ő ajánlatuk sokkal jobban, az ő ajánlatuk az, hogy ne hallgass senkire, tedd azt, amihez kedved van, a mi ajánlatunk meg az, hogy szedd össze magad, vedd a kezedbe a sorsod irányítását, csapjál oda. Ugye, hát ez egy elég más ajánlat, mint az, hogy hagyd a fenébe mert úgy is lesz valahogy, ugye, meg kell írteni ennek az egésznek a lényegét. Egy egész eszköztár van, amivel a fiatalok agyát, a ti agyatokat átmossák. És sajnos észrevétlenül, mert olyan, olyan nagyon kiskorban kezdték ezt el, a rajzfilmekkel már elkezdték, olyasfajta, fajta karakterek, olyasfajta párbeszédek vannak benne. A gyerek reklámokkal, de megnézem most az Animal planet például, hogy milyen reklámokat tesznek be, és nem csak a rajszim meg a gyerek hanem mondjuk ilyen Animal planet is, hogy, hogy abszolút, abszolút egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen kiképző, átnevelő reklámokkal van tele, hogy te hogyan legyél klímaügynök, hogyan legyél egy egészen más szemléletű ember, aki érzékeny a különféle dolgokra. Most nem akarok belemenni, mindannyian tudjátok, hogy miről beszélek. A mesefilmek Ugye a tanárok ügynökké tétele az egy hihetetlen bonyolult képzés, és a tanárok átképzése, tehát becsüljétek azokat a tanárokat, akik nem ennek az új rendszernek az ügynökei, hanem akik az emberségből, a férfinő együttéléséből, a családból, és az egyébként fognak emberi példát hoznak, pluszba maximum, és a többit meg csak tanítják. Tehát nem akarnak semmit, egyszerűen olyan emberek, akiknek érdemes felnézni, olyan férfiak és nők, és olyan családban élő valakik, akire érdemes felnézni, és egyébként meg tanárként tanulni lehet tőlük, tehát euh, euh, becsüljétek meg ezeket, viszont legyetek élesek minden olyan tanárra, aki valamit sejtett, valamit sugal, valaminek az ügynöke soha sehol ki nem próbált rendszer ember kísérletét végzik. Nem engedhetjük ezt, várjuk De meg, még valahol, valahol egy másik országban csinálják meg, amikor ott nagy boldogság lesz, akkor majd jövünk. Jó? De addig ne. Tehát először valahol lássuk, hogy ez működik, mert eddig még mindenhol ritka súlyos katasztrófa lett minden ilyen erőszakos társadalom változtatás vége. A szülők például a szülők végzetes leterhelésével, tehát hogy ők, ők ilyen ember roncsként érjenek haza, az mindenképpen hozzá tartozik ahhoz az eszköztárhoz, hogy ők ne foglalkozzanak, és hogy ti a YouTube-on, meg a, az, interneten tudjatok lógni, és ott mindenféle ilyen tartalommal sikerüljön egyszerűen óhatatlanul is. Ez egy maga természetességben olyan sok-sok sok ilyen információ, hogy magától értetődő lesz a világ, ami, ami, amiben ugye, ahová ők akarnak vinni, csak ez egy áldozat, tehát ez benneteket. És ennek az áldozataiként fordultok velünk szembe, mert egyébként konkrét velünk szembefordító propaganda is van, például a digitális bevándorló és a digitális ugye, ilyen benszülött kérdéskör, hogy azt a fajta felsőbbségi, felsőbbrendűségi érzetet keltik bennetek, hogy a digitális benszülött a sokkal magasabb rendű, nincs neked, amit tanulni egy öregtől. Na most egy, öre, egy, idősebb embertől egyáltalán azért sem tudsz tanulni, ezt mondják mindenhol, hogy ez az üzenet érkezik, mert annyira gyorsan, annyira változik a világ, hogy ezek már semmit, minden tudásunk elavult. És semmit nem tudunk nektek mondani. Kettővel ezelőtt csináltam egy videót, egész sor dolgot mutattam meg, ami bizony-bizony, egyrészt csak mi tudunk átadni, másrészt, ha nem tanuljátok meg, akkor bele fogtok pusztulni. Tehát ez ilyen egy nagyon egyszerű dolog, nem tudom ezt ennél sokkal finomabban mondani. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy tervezett propagandával is fordítanak ellenem, ellenünk, nem ellenem, bocsánat, ellenünk. Tehát mind nemzedék ellen, a nagyszülők nemzedék ellen meg pláne. Ugye most a videó alatt megjelent az egyik alatt, hogy nehogy már társadalmi kérdésekről 50 pluszos fehér férfiak beszélnek. Ez itt Magyarországon jelent meg egy komment. Aztán, mikor megválaszoltam viszonylag hosszasan, akkor letörölte az illető, nehogy már 50 pluszos, és megkezdtem mégis ki, ki kéne kommenteljen társadalmi, társadalmi stratégiai, társadalmi filozófiai ügyekbe, hát a fiatalok, mert ővék a jövő. És még szerezzünk másfajta rasszokat is, tehát hogy nem a tartalom a lényeg, hogy lehetséges az, hogy képesek voltak már a felnőtt társadalmat is úgy átmosni, tehát ők is áldozatok, tehát nem hibáztatom én azt az embert, aki ezt a kommentet írta. Mert mindenki egy ilyen ösztönös ösztönét követő áldozattá válik annak, hogy valójában képes nem gondolkodva elfogadni azt, hogy nem a tartalom a lényeg. Egy bizonyos dologról nem a legokosabb embert kell megkérdezni, hanem a korosztály meg a bőrszíne sokkal fontosabb lenne, esetleg a szexuális orientációja is, ugye? Mert az más szemüveget ad. Ugye mindegy, hogy ő érte hozzá, vagy nem. És miért nem a tartalom, hogy egy 80 éves ember mond egy nagyon ütős dolgot, amit 20 évesen, 12 évesen tudsz használni? Nem lehet elfogadni, mert már ezt beprogramozták, hogy egy 80 éves semmi olyat nem mondhat, amit egy 12 éves használhat, és most volt fent a TikTokon egy ilyen 80 éves embernek a videója, aki azt magyarázza el tudományos alapon, most csak gyorsan összefoglalom, hogy egy óra sport, ugye nagyobbat lendít, az, tehát van egy ember, aki nagyon egészségesen étkezik, de nem sportol, és van olyan, aki semmennyire se eszik egészségesen, de egy órás sportol naponta, annak az embernek sokkal jobb életminősége lesz az egy óra sportol, mint aki sport nélkül eszik rendesen. Vagy aki dohányzik, egész életében dohányzik és egy órás sportol, annak az egy óra sport sokkal nagyobbat lendít az életében, mindenféle tudományos kutatások mutatják ezt ki, mint az, aki egyáltalán soha nem dohányzik, de nem mozog. Hogy ez mennyire fontos. Na most ezt az információt nem lehet egy 80 éves embertől elfogadni, ez egy univerzális örök információ, ami, ami, aminek nincsen kora, de mégiscsak elhintették ezt, ugye, hogy, hogy ezt e, 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 nem szabad a fiataloknak hallgatni az öregekre, mert az öregek egyrészt nem tudnak semmit, már ami nekik szükséges lenne. Másrészt az öregek azok, akik a fiatalok boldogulásának a kerékkötői, a fiatalok boldogulása ellen vannak, mert mindenki, aki azt mondja a fiataloknak, hogy szedd össze magad, tartsál be szabályokat, ugye azt mondta egy nemesi családos Arjának, tartsd meg a rendet, mert ha baj van a rend, tart meg téged. És ezek örök tudások, de ha mi ezt mondjuk, akkor ők az ellenoldal azt mondja, a szabadság az, hogy te semmit se kell megtegyél, csak amihez kedved van. Ebben az ügyben is ugye ellenünk azt mondják, azért a boldogulás, a boldogság kerékötői, mert például azt mondjuk, hogy figyelj, ne feküdj le mindenkivel, aki úton, útfélen szembe jön. Akkor sem, ha nagyon, hogy mondjam, ha lehetőséged lenne rá, de hogy ez célul tűzd, és direkt akard, meg, hogy ez milyen negatív hatása van a te pszichiátriára, most nem megyek mindebe bele, de ugye nyilvánvalóvá tették a számotokra, hogy bizony-bizony azok, akik azt mondják, hogy de, feküdj le, nyugodtan, semmi gond nem lesz, azok jobbak. És akik azt mondják, hogy tartsál be egy szabályt, azok a boldogság ellen vannak. Holott ez pont fordítva van. A hosszú távú egészséges élet, az életed megtartása, a boldogulás, az mind, mind, mind. ezek mellett a szabályok mentén zajlik. Tehát tervezetten fordítottak ellenünk. Nagyon-nagyon fontos, hogy a neomarcisták már a kommunista kiáltványban kitűzték ezt célul, hogy a gyerekeket a szülők ellen kell fordítani, és le kell őket szakítani, és egy állami nevelésben kell részesíteni, vagy legalábbis indoktrinációval kell őket ellátni, tehát egyfajta átnevelésbe kell részesíteni. Csak egészen ideig szükség volt a szülőkre abba is, hogy enni, hogy minden, és nem volt még az internet, de most, hogy lett internet, lett Facebook, lett YouTube, lett Instagram, most, hogy a televízió el tudott harapozni, és mindenhol a filmek, a rajzfilmek tudnak működni, sőt az interneten keresztül a Netflix, és ott, ott csak fertőzött filmeket lehet nézni, egyszerűen most eljött a tömeges indoktrináció ideje, ami tudat alatt zajlik. Tehát azért mondom, hogy nagyon tervezett, tudatalatti, agymosás, és arra vesznek rá, hogy ne Hallgassatok az idősebbekre. És ezért azt állítom, hogy vesztesek vagytok, és áldozatként vagytok vesztesei ennek az átprogramozásának. Tehát ellenetek zajlik ez az átprogramozás, és közben azt mondják nektek, hogy egy teljesen új világot fogunk létrehozni együtt, ahol mindenki egyenlő lesz. Hát persze, úgy, hogy mindenkit elbutítanak, mindenkit elhújtanak, és mindenkit megfosztanak a kreativitásától, a teremtési vágyától, a, a, az okosságától és akkor ott lehetsz, hogy e, ott az ösztön szintjén. Vagy ha nem vagy ilyen, akkor a többiek lesznek ilyenek, és te nem, fogsz, nem fogod jól érezni magad, hogy vagyunk 5 ik aki normális, és 95% zombi. E, 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 mert e, ez az egyenlőségi zombi lesz. Mit csinál az az 5%, aki ugye fölötte van? És most gondoljunk bele, most a felnőtteknek mondom hogy ez olyan mértékű sikert ért el ez az egész, hogy mondjam, agymosás és propaganda Magyarországon is, hogy ha ma nagyon sok tanár számol belőle, tehát minden hónapban, havonta találkozok valakivel az utóbbi fél évben, mondjuk 5-6, ilyen esetem van, ahol vagy a Pázmány Katolikus Egyetem, vagy a Károli Református Egyetem tanárai oda jönnek, és azt mondják, hogy ugyanolyan elvadult, liberális, LMBTQ harcos, vók, fiatalok járnak a katolikus és a református egyetemre is, mint a legvadabb más egyetemre. Azt mondja nekik egy tanár, hogy férfiak és nők, akkor fölállnak és kimennek. Úgyhogy kiabálva mennek ki az osztály. Elveszített engem, tanár úr, itt, itt befejeztük, mert maga egy náci. Ugye, nem, nem, csak azt mondom, hogy beszéljünk, hogy férfiak és a nők. Nem, ugye? Gondoljunk bele, hogy ezek a 18-20 éves gyerekek az utóbbi 12 évüket egy jobboldali keresztény konzervatív, most engedjük el a pontos tartalmát, ugye? Tehát egyszer majd megérne ez egy misét kormányzat alatt nőttek fel, úgyhogy 7-6-8 évesek voltak, amióta folyamatosan ez van. És mégis meg tudtak érkezni 18-20 évesen egy katolikus vagy egy református egyetemre ultra amerikai típusú um, harcos liberálisként. De a nagy többségük, tehát nem úgy van ez, hogy vannak ilyenek is, hanem a nagy többségük ilyen. Na most gondoljunk bele, hogy ha itt Magyarországon ez elő tudod fordulni, hogy mennyire jól dolgozik ez a gépezet, de ti fiatalok, ha nézitek ezt, gondoljátok meg, hogy mennyire komoly, tudatalatti, hogy mondjam, ilyen befolyás van rajtatok, amivel ellenünk fordítanak. Tehát ideje észbe kapni és tudatosan szembe fordítani, tudatosan összefogni ennek a két nemzedéknek is, ez a ti érdeketek. Én azt mondom, hogy nektek azon kell elgondolkozni, hogy nektek van hátra több. Tehát nekünk, én már köszönöm, a fölnevelem a gyerekeimet, van néhány év, is elindulnak, akkor én már el vagyok. Nekem már nem kell sok. Fogyasztásban sem kell sok. Barátaim vannak, tudok beszélgetni, olvasni. El vagyok. Ti nem vagytok el, nektek kell rengeteg-rengeteg dolog kettővel ezelőtti videót még egyszer ajánlom, mert ott elmondom, hogy a mindenre, tehát nem tudjuk, hogy milyen életetek lesz, annyira gyorsan változik, de mi azt ajánljuk nektek, hogy mindenre felkészítünk, és a mindenre való, a bármire való felkészítésnek az emberi oldalát kell tőlünk átvenni. Nekünk erre fel kell készülni, de javarészt tudjuk. Csak most adtam ott egy programot, hogy vajon mi mindent kell nekünk átadni. Nektek milyen fantasztikus, fantasztikus ajándék lenne, hogy azt átvennétek. De ha nem, nem. Ugye, és éppen ezért nekünk fel kell tenni a kérdést, hogy kit lehet megmenteni. És nincs rá válaszom, de nagyon fáj. Fáj, hogy egyáltalán fölmerül az a kérdés, hogy neme kell elengedni egész generációkat. Hánytó hány évesig a nemzedéket, mindenhol lesznek olyan emberek, akik önmagukat megmentik. A kevesek, de a nagy része egyfajta végzetes elbutulásba, egyfajta nagyon önérzetbe. Egyfajta fals magabiztosságba, belekapaszkodva a, a, a YouTube-on nyert, ugye, hogy mondjam, filozófi, létfilozófiába, és teljesen holdbiztosan abban, hogy az új világ, ez az egalitáriánus, mesterséges, ugye, neomarcista őrület, ez, ez, ez a jövő, ennek a harcosává válva, bizony, ugye egy, egyfajta olyan masszát fog alkotni, amiben az ő saját élete nem fog tudni kiteljesedni, de ezt előre hiába mondjuk. Tehát mindig lesz egy kisebbség, de lehet, hogy egy pár generációt el kell engednünk. Mi nekünk, akik harcolunk, akik, akik ugye nem a mi hibánkból kell elengedni, és nem azért, mert mi eldöntjük, hanem meg kell értenetek, hogy túl drága, túl nagy erőfeszítés bevonni pár generációt a saját életébe nem bírjuk ezt a nagy... Egyszerűen sajnálom, de hát ha azok, akiket, azok, akikre több energiát nem fektet majd senki, sem a politika, sem az ifjúságizés, sem a felnőttek, sem az iskolák nem fektetnek, sem lesz, aki fektessen ebbe energiát, sem a szülők, akkor lehetséges, hogy az ő életük kudarca intője lesz egy következő nemzedék lehetséges, hogy ezt az áldozatot ők be akarják vállalni, hogy az ő életük romjai, azok bizony láthatóvá fognak válni, és a többiek azért kapnak észbe. De meg kell érteniük, hogy túl drága, túl nagy erőfeszítést igényel az, hogy ők bezárkozva, pökhendi mosolyal a fejükön, szembe röhögve velünk, el, hogy mondjam, el, elzárkoznak attól, hogy a saját életükbe valamiféle kicsi dolgot át tudjunk valahogy adni. És ameddig mi élünk, korosabb nemzedékén azt ajánlom, hogy foglalkozzunk azzal, akik társakat akarnak találni, Tehát a társkeresőkkel, a családot alapítani vágyokkal foglalkozzunk, bárki bárhol lát ilyet. Foglalkozzunk azokkal, akik gyereket akarnak szülni. Foglalkozzunk azzal, akik gyereket akarnak nevelni. Sajnos sokkal kevesebben vannak azok, akik gyereket akarnak nevelni, mint akik gyereket szülnek. Megszülik, aztán rábízzák a telefonra. Ővelük is külön foglalkozni kell, és el kell mondani, hogy ez gyilkosság. Tehát nem lehet finoman fogalmazni, nincs idő arra, hogy még körbe járjuk ezt az egész dolgot. Csak kemény üzenetekkel lehet kommunikálni. Tehát a pozitív kommunikáció az egy liberális tévút. Egyszerűen nem fog működni. Tehát az, hogy ne ijesztges, beszélj szépen, ez egy csapda. Tehát apám, ezt is mondom néhányszor, elmondtam mindig, fiam, az emberek két okból hajlandóak változtatni és lépéseket tenni az életükbe. Az egyik a félelem, a másik az érdek. Az ha anyagi, akkor kifulladt, ugye? Tehát nincs, 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 nincs annyi pénz a világon, hogy hogy érdek ket generáljunk abba, hogy legyen, álljon be a saját életek középpontjába egy fiatal, és igazán tartson be szabályokat, olyan szabályokat, ami a saját életét tartsa meg. Hát ezt pénzzel nem lehet kifizetni, ugye? Tehát az élet sikerében való érdekeltség pedig olyan hosszú távú, hogy hiába magyarázom neked, hogy figyelj ide, öreg, 15 éves vagy, de ha 30 éves korodban már rákos leszel, a 30 éves, hát, hát milyen messze van, az hagyjál béken, azok már az öreg matuzsálemek, nem foglalkozom, mit érdekel. Tehát az érdek nem jó. Sajnos ugye a félelem lehet a, a, jobb. Az is jó, ha amiatt teszi jobbá a saját életét, hogy, hogy, hogy fél valamitől, és emiatt rá megy, és emúgy, ugye majd később elmúlik a félelme, ha a félelemből az mondja, Úristen, nem akarom, hogy ez legyen, az legyen, és elkezd jobb emberé válni, akkor el fog múlni a félelme, de valami kezdőlökést kell adni. Az elejéhez kell az, hogy ő, például el kell tudni neki magyarázni, hogy a magány az öl, a magány, a leges, legdurvább betegség garmadát kelti, ugye? Minden csúnya halálos betegséget a magányból lehet származtatni, ezek tudományos kutatások vannak. Pszichoszomatikus és pszichiátriai halálos betegségek kínhalála vár arra, aki egyszerűen leszakad a, 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 a falkáról és egyedül marad vagy nem lesznek barátai, vagy elszeparálódik. Tehát györünk összefogni, gyerünk keresd meg egy alapszövetséget, egy férfinő szövetséget, legyenek barátaid, legyenek közösségeid, ahová te el tudsz menni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Elnézést kérek tényleg, hogy, hogy ebben a, a, dologban én, én most ezt javaslom, hogy nincs már idő arra, hogy, 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 hogy lacafacázzunk, és hogy próbáljunk meg ilyen pozitív dolgot. Ami pozitív dolgot tehetünk, az az, hogy mi akik ezt nézzük, és mindenkinek adjuk tovább, küldjük el ezt a videót, mi, akik ezt nézzük, kezdjünk normálisan élni. Gyümölcséről ismerszik meg a fa. Ha mi normális életünk, tisztán élt életünk, gyümölcsei jók lesznek, akkor egyszer csak oda valaki, és azt ha hogy maradt egybe a te családod, úgy, hogy nem vagytok kiszürkülve. Mindig az, hogy egyben maradt család, akik meg a házasságot túl hosszúzok, mind-mind egy ilyen szörnyű katasztrófában. Nem! Hogy van az, hogy 40 éve vagytok házasok, és mind a ketten jól néztek ki, boldogok vagytok, fogjátok egymás kezét, és csillog a szemetek, ugye ez a gyümölcs, ami, ami egyszer csak bejelentkeznek, ugye? Tehát hogy olyan gyümölcsöket kell teremnünk, ugye, hogy, hogy kérdezenek rá, hogy hogy van, hogy neked ilyen jól nevelt gyerekeid vannak, akik jól kommunikálnak, akik tájékozottak a világot, illetően akik értelmezni tudják a dolgokat. Hogy, 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 hogy csináltad te? Hogy lehet az, hogy ennyit olvasnak, amikor senki se olvas, ugye? Vagy, vagy hogy, hogy lehet az, hogy egészségesek vagytok, amikor, mit tudom én, 50-60 évesen, amikor minden 50-60 éves már húzza maga a belső szerveit. Ezek a gyümölcsök, amit a jól élet élet gyümölcseként, ha bemutatunk, ez a, ez a, pozitív része, akkor talán, talán vágyat keltünk, hogy olyanok legyenek, mint mi ezt. Nagyon akarják, tehát nagyon-nagyon fontos dolog ez. Fiatalok, azt kell látnod, hogy az jön velünk, aki ezeket megérti. Csak akarattal, szándékosan lehet ma jól élni. Aki sodródik, aki elengedi a kormányt, az biztos rossz irányba megy. Kizárólag rossz irányba tud sodródni a tömegekkel. Tehát egyszerűen az élet, a kultúra, a vallás, a család, az életmód nem kényszerít ma arra, hogy te jó úton járj. Magadat, ha nem kényszeríted, akkor senki se fog. Ez ilyen egyszerű. Nem tudok jobb hírrel szolgálni. Ugye az jön velünk, akinek vonzó lesz a hitelességünk, és tisztel, mert mi tiszteletre méltóak vagyunk, és hitelesek vagyunk. Erről beszéltem egy korábbi videóba. És még egyszer, én az idősebbeknek elmondtam, hogy mit kell csinálni. Nekünk van dolgunk ebben. És igaz, amit ti mondtok fiatalok, hogy hát azért az a példa, amit mi azért otthon is mutatunk, meg a kapcsolatainkban mutatunk, meg a házasságainkban mutatunk, meg a barátságainkban mutatunk, meg az a hazug élet, amit élünk, az mm, nem tesz hiteles abba, hogy mi mondjunk bármit is. Nekünk ebben helyre kell állítanunk a saját életünket, de közben nem telhet el nektek az a 10-15 év, hogy várjátok, hogy nem mikor éljek, akkor beszélőjek, amikor neked telik el az idő. Neked példaképekre kell malelni az életben is, de ha nem, akkor olvas. Csak az embernek van erre lehetősége, hogy, hogy írott példaképek, történelmi példaképek, történetekben megjelenő példaképekhez tudjon kapcsolódni fejben, és akarjon olyan lenni, mert nektek nincs időtök. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. És fiatalok, az jön ma velünk, aki a jól élt életgyümölcseit meglátja, és akarja követni. És az jön velünk, aki fél, a rosszul élt életnek a kudarcától. És az jön velünk, aki hisz, aki tudja, hogy lehet ezt jól csinálni, aki minden körülménye, minden rossz példája ellenére is elhiszi, hogy lehet ezt jól csinálni. A többiek nem jön velünk. Az jön velünk, aki hisz. Aki nem hiszi, járjon utána. Azzal is bejebb leszünk. Köszönöm szépen, hajrá együtt!